A hatodik fordulóban a Hódmezővásárhely csapatai vendégeskedtek a nyíregyházi sportuszodában. Először a gyermekkorosztály képviselői szálltak medencébe, és a vendéglátó Akvese 12-8-ra legyőzte ellenfelét. Ez a siker a gyengébben sikerült tavalyi szezon után fontos volt a nyíregyháziak számára. Szerettünk volna mindenképpen győzelmeket szerezni. Nagyon keményen nekiálltunk ennek a munkának. A gyerekek megértették azt, hogy másképpen ez nem fog menni. Sikerült most talán azt hiszem utolérni magunkat erőnlétben. Lejátszottuk azokat a mérkőzéseket, ahol papíron azért az ellenfelek erősebbek voltak, vagy nagy részt erősebbek voltak. Most van egy 3-4 olyan meccs, amelyik minden mérkőzésen nyerhető mérkőzés, és én remélem is, hogy ugyanúgy, ahogy ezt a mai meccset meg tudtuk nyerni, ugyanúgy a soron következő meccseket is fogjuk tudni hozni. A gyerekek elhitték, hogy van keresnivalónk. A Hódmezővásár ugyan 3 győzelemmel jött ide, de azért én látom, hogy olyan ellenfeleket tudtak megverni, akiket valószínűleg majd mi is meg fogunk tudni verni, és ez sikerült elhitetni velük, illetve még abban látom a győzelem okát, hogy talán az első két negyedben kevesebbet hibáztunk, mint korábban, és azért ez a mi mérkőzéseinkre nagyon sokat számít. Az ifjúsági csapat maga biztosan 4 góllal, a serdülők szorosabb meccsen egy találattal bizonyultak jobbnak a vásárhelyieknél. Ma nagyon kellett nekünk ez a győzelem, hiszen hétről hétre úgy játszunk, hogy ifikkel kevesebben vagyunk. 2006-osban van 5 gyerkőcünk, és egy 2005-ösünk, és a serdülő 2007-eseknek kell lejátszania ezt a mérkőzést is pluszba. Viszont most mindenki nagyon oda tette magát, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, hiszen végig fegyelmezetten játszottunk, és jól is védekeztünk. A serdülő meccs eléggé nehéz szülés volt, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyobb különbség van a két csapat között, és nagyobb arányú győzelmet kellett volna aratnunk, hiszen nagyon sok hibával játszottunk újra, mint előző hétvégén. Lesz dolgunk kijavítani, jövő héten majd megyünk Pestre, ahol a Váccal fogunk játszani, és azért ezeket a hibákat szeretnénk kijavítani. Dorogi Levente egymás után 2 meccsen is medencébe szállt, mind a serdülők, mind az ifjúságiak találkozóján ott volt a vízben. Az első meccsen oda tettük magunkat, hát nem úgy terveztük, hogy végigjátszom, de végigjátszottuk, nem úgy alakult az eredmény. És ifin is segítettem, amit tudtam az ifiknek, mert nem vagyunk elegen, muszáj bírni, játszani kell 2. 6 fordulót követően a gyermekcsapat a 9., a serdülő együttes a 7., az ifjúsági csapat pedig szintén a 9. helyen áll az országos bajnokság keleti egyes csoportjának 12 gárdát számláló tabelláján.